A város ünnepi díszkivilágításának elemei volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, melyet december 5-én tartott a Bocskai téren Szatmári Anita aljegyző és Pintje Tímea, a Blanchard Illumination ügyvezetője. A tájékoztatón elhangzott, hogy advent első vasárnapjától, december 1-től újra ünnepi fényár várja a böszörményieket a főtéren. A díszkivilágítás idén ismét új 3D-s elemekkel bővült. Az idei évi díszvilágítási elemek jelenleg két elemmel bővültek. A múzeumnál elhelyezésre került egy karácsonyfa dísz, ami egy átjárható. Mind a két elem, a másik pedig ugye a gimnázium előtt található, egy szalagos dísz. Mind a két elem háromdimenziós elem, ami térbeli hatást kelt. Átjárható például ez a gömb, ami azt gondolom, hogy mindenkinek egy nagyon jó fotózási helyszín, és már láttam olyan fotókat, ami a gömbön át fényképezve a város karácsonyfája látható, úgyhogy gratulálok ezen fotósoknak, hogy nagyon szép képeket elevenítettek meg. Korábban ugyanezzel a céggel volt kapcsolatunk, és a művelődési központ előtt található fa, az átjáró útkereszteződésnél található átfeszítő elemek, illetve a kandellábereken található elemek is ettől a cégtől kerültek a tavalyi évben megvásárlásra. Pintje Tímea, a forgalmazó ügyvezetője elmondta, hogy évekre visszatekintő kapcsolatban vannak a várossal. Ennek eredményeképpen egy meglepetés is érkezik Hajdúböszörménybe. Gyakorlatilag több mint 5 éve kezdtünk kapcsolatot létesíteni egymással a beszerzés tekintetében. Gyakorlatilag azóta folyamatos fejlesztés van, ami ugye látható is. Gyakorlatilag én megpróbálok személyesen közreműködni a cég ügyvezetőjeként, mert Hajdúböszörmény születésű vagyok, és szeretném azt, hogy tényleg a szülővárosomnak minél több segítséget ebben a témában megadjak. Ezért is örülök, hogy én, vagy az én cégem lehet a beszállítója. 2011 óta egyébként egy francia cégnek vagyunk a képviselete, leányvállalata. Ez azért fontos, mert egy olyan hátterünk, nemzetközi hátterünk van, ami szakmailag egész magas színvonalú, illetve a termékeinknek a minősége és árérték aránya és energiatakarékossága és egyáltalán az egész háttere, környezettudatossága mind biztosítja azt az ügyfeleinknek, így Hajdúböszörmény városának is, hogy egy magas színvonalú és minőségi terméket kaphasson, vagy szolgáltatást is kaphasson. Egy új kezdeményezésünk van, egy vándor macit bocsátunk az útjára ettől az évtől a városoknak. Az ügyfeleink között sorsoljuk ezt ki minden évben, de az első évben eltérően a többitől úgy döntöttünk, hogy ezt most Hajdúböszörmény városának adományozzuk erre a 2 hónapra, úgyhogy jövő héttől érkezik ide, majd a város eldönti, a város vezetősége, hogy hova kerüljön, egy 4 méteres nagy maci, ahol lehet fotózkodni. A sajtótájékoztatót követően a héten megérkezett a maci dísz, melyet a főtéren állítottak fel.